Na, szóval, szexuális zaklatás. Ugye ez a botrány ugye végig söpört annak idején világon, ugye ez, a film is ezt dolgozza fel. Azt nem kérdezem meg, hogy titeket érte hasonló dolog, ha igen, csak bólogassatok nyugodtan, de mit váltott ki belőletek? Nincs olyan nő, akit ne. Remek indítás. Ezzel csak együtt tudok érteni. Szerintem minden nőnek az életében valamilyen szinten. Minden szakmában, mindenhol, nagyon erőteljesen, tényleg tárgyasítva vannak. Életszerű volt a történet? Életszerű. Abszolút. Tök jó, hogy végre van egy film, amiben megmutatják, hogy mi zajlik akkor, amikor behívatnak. Fel lehetett ismerni jeleneteket, konkrét jeleneteket, ahogy közeledni próbálnak, vagy a hatalmukkal visszaélni férfiak. Ez elég szomorú, ezt így hallani, és azért szintetek változott, gondolom, ez szintetek változott azóta, amióta kirobbantak ezek a botrányok idehaza is? Szerintem ez egy lassabb folyamat, mivel itthon is most már ugye történt néhány elég komoly botrányt kavaró eset, azt gondolom, hogy óvatosságra inti azokat a vezető pozícióban lévő férfiakat, akiknél kiesett a csontváz a szekrényből, úgyhogy ami a múltban volt, azt nyilván nem tudják megváltoztatni, de én bízom benne, hogy például egy ilyen film és hasonló bátor nők, akik kimernek állni, azok segíteni tudnak abban, hogy ez ciki legyen. Ne merjen ilyet megtenni egy férfi. Még erre válaszolhatok én is? Nyugodtan. Én nem itt élek, hanem Los Angelesben, és ott nagyon-nagyon érezhető a változás, tehát ott minden szinten előtérbe helyezik most a nők hangját. Mi beszélhetünk, és azt látom, hogy sokkal óvatosabban közelítenek meg bennünket minden helyzetben. És én hiszek abban, hogy attól, hogy mondjuk egy nő csinosan van felöltözve, vagy esztétikus, az olyan lenne, hogyha bárki közeledni merne hozzánk, mint a bolti lopás. Tehát, hogyha a boltba sem megyünk be, és nem vesszük el a tárgyakat. Tehát, hogy azért, mert valami mutatós, ezért nem vesszük le a polcról, és nem visszük ki. Tehát, és itt azért emberekre van szó, tehát a nőknek pedig van választásuk. Én még egy dolgot nagyon fontosnak tartok, viszont ne essünk a ló túloldalára, ezzel ne lehessen visszaélni. Tehát az is gyalázatos, ha ezzel valaki visszaél, mert a hitelességét az egész történetnek elveszi, és olyan nőknek a harcát, akik viszont megélték, és rettenetes napokon vagy időszakon mehettek keresztül, mert valaki így zaklatta őket, és jön egy nő, aki meg mondjuk visszaél ezzel, nem történt vele ilyesmi, de megvádol valakit valamilyen okból, valami nyerességért cserébe, akkor tönkreteszi ezt az egészet, hitelteleníti az egész történetet. Külföldet említetted, hogy ezekből elindulnak változások. Nálunk meg azt látjuk, hogy ezek a rendezők, illetve XY-emek mai napig aktívan dolgoznak. Erről ti mit gondoltok? Ennyit, azt hiszem, a fejem már rajta van. Igen, talán annyi, hogy Los Angelesből ez egy kicsit másképp értékelhető, mert ugye mi tényleg ott látjuk, hogy ott fejek hullanak. És szerintem ez egy kultúrának fel kell nőni, hogy értsék azt, hogy ez mindenkinek az érdeke. Tehát ugyan ki kell állni a nőknek, és ki kell állni a nőkért. És persze természetesen ezt még hozzá szeretném tenni, hogy nyilván vannak férfiak is ebben a dologban, akik támogatják ezt a kampányt, és én azért örülök, hogy megszületett ez a film, mert ebben a filmben is mi ott voltunk a premiéren, és igenis a férfi színészek arról beszéltek, hogy szeretnék támogatni ezt a mozgalmat, és szeretnének kiállni azok mellett a nők mellett, akiket ilyen tragédia ért. Megijeszthetlek titeket? Itt van a fő gonosz szinkronhangja. Csatlakozzon, művész úr, akkor. Ugye szerep szempontjából ez egy érdekes feladat, és egy öröm, ha az ember ilyenhez jut. Most ketté válik az ember lelke. Tehát valami olyat kell csinálni, amit magamtól azért nem csinálnék, de bele kell élni magamat ugyanakkor ennek az öreg, megcsúnyult, szerencsétlen férfinak a lelki világába, meg a hatalomtól való eltorzult lelkébe, hogy mindent megengedhet magának végül is.
ami nekem egy kicsit olyan lehangoló, hogy a lányok végül mind belemennek, 1, 2, 3, 4, aztán felveszik a nagy fizetést, aztán előre jutnak a karrierbe, gyönyörű lakásban laknak, és aztán 25 év után eszükbe jut, hogy őket megmitúzták 25 évvel azelőtt. És ezt én nem érzem egészen korrektnek. Tehát azt sem érzem jogilag korrektnek, hogy én azt mondom, hogy engem megmítúztak, és még valaki azt mondja, hogy őt is megmítúzták, és akkor az bizonyíték. Hol a bizonyíték? Hát a bizonyíték nem így néz ki. A bizonyíték úgy néz ki, hogy az a hangfelvétel, az bizonyíték, amit az öregről az végén előhúznak. De azt, hogy engem most bántottak, meg a zaklatás is olyan dolog, hogy az egyiktől zaklatásnak veszem, a másiktól meg nem. Akkor mi van? Tehát ezt is olyan nehéz, utólag eszembe jut, hogy zaklattak. Vagy pedig férjhez mentem hozzá. Tehát nagyon-nagyon... Teljesen értem, hogy miről beszél, de azt azért be kell látnunk, hogy ezeket az embereket végül aztán elkapták. Hogy végül tényleg be lehetett bizonyítani, vagy ő maguk vonultak hát vissza. És is van, hát ha bebizonyít... Általában sajnos igaz. Hát ha bebizonyítják, akkor nincs kétség. De akkor ez rendőrségi ügy. Akkor ott el kell menni a rendőrségre, feljelentést kell tenni, az ügyvédek, az ügyész eljár a dologban, és a palit lesítelik, vagy nem tudom, mit csinálnak vele. Hú, ne menjünk ennyire bele. Mi nagyon, nagyon jó hangulatú oldal vagyunk. Akkor menjünk a rossz hangulatba bele. Milyen volt ezt visszanézni? Most nézőként ült és hallgatta saját magát, de milyen volt ezt átélni, gondolom, ugyanúgy a hölgyeket is, minket is azért megráznak hasonló történetek. Hát nagyon jó a film, nagyon jól van megcsinálva, nagyon csinosak ezek a hölgyek, és nagyon meggyőzően játszanak, és az én figurámat is nagyon szeretem, ezt az idős színész, nem tudom a nevét, bevallom őszintén, mert... Johnny Rojo. Köszönöm szépen a segítséget. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt 60 évben már annyit szinkronizáltam, hogyha mindenkinek megjegyezném a nevét, jól néznék ki. Úgyhogy... Csengetett Milord? Például Csengetett Milord, azt például tudom Jeffrey Holland, de az is csak azért, mert eljött ide Magyarországra, és találkoztunk személyesen. Elsősorból néztem. Köszönöm. Szóval mondom, a film nagyon jó, a film nagyon érdekes, és nagyon, nagyon tanulságos, és remélem mindenkinek, és mindenki rájön ebből, hogy hol vannak a határok, és hogy mit szabad, és mit nem, és akkor... Reméljük, hogy ez lassan változni fog. Gyorsan nem változik az ilyesmi, mert az az érzésem, hogy nagyon sokan nem fogják látni ezt a filmet, és azok továbbra is vissza fognak élni a hatalmukkal, meg olyan fajta viselkedést tapasztalva, vagy mutatnak a nők felé, ami, hát legyünk őszinték, én is mindig csak hallgatom néha, hogy férfi társaim mire képesek, akár az utcán, vagy a villamoson. De hát nem akarok álszent lenni, hát én nem háborodom föl annyira, mint kéne. Lehet, hogy ezután a film után majd most jobban fel fogok háborodni. Helyes! Akkor, hogy oldjuk a feszültséget, mit gondoltok a guatemalai kormány külpolitikájáról? Jó. Oké, jó.